kutyám nem más. Filmetes szápák is extrém tini, Johnny virtuálisan a holdra utazik, harcol és átváltozik, de mindenre fényderíthetsz. Johnny Test, egy újabb nap egy fiú életében. Johnny Test, Johnny Test, egy újabb nap egy fiú életében. Johnny Mon. Mikor utoljára láttuk forgószeretés barátját, épp a legendás, misztikus és talán nem létező Aprómont keresték, Rikoltót. Szél, senki sem tudja, hogy valóban létezik-e. Mi pedig régóta keresünk, úgyhogy ennék egy szendvicset. Sosem találják meg Rikoltót. Ne légy olyan negatív. Tovább kell keresnünk is. Nézd! Ez a rossz fiú majd le akar győzni, mert erről szól a műsor. Imádom az Aprómonokat. Senki sem tudja legyőzni forgószeretés Kadumerángot. Kadumeránk! Rajta! Ho-ho, igen! Győzte! Igen! Johnny, könyörgöm, ne bábuld állandóan a tévét! Inkább menj ki az udvarra és játsz valamit! Az enyém! Kadumeránk! Az enyém meg Gulyós Nyuszi! Bújós Nyuszi, ő béna, nem lehet tanítani, és alig tud repülni. Tudom, de annyira édes. Harcoljunk! Igazad van, Bújós Nyuszi béna. Johnny! Én nem erre gondoltam! De apa, én Aprómon mester akarok lenni, hogy sok Aprómonom lehessen, és elkaphassam a legendás Rikoltot, ami vagy létezik, vagy Johnny, nem. Johnny, csak két dolog van a világon, amit egyáltalán nem értek. A nőket és az Aprómonokat. Abba kell hagynod a játékot, különben elveszel ebben a világban, és sosem jutsz ki! Megyünk a laborba, igaz? Felejtsd el, Johnny! Ott a statik animátor. Életre keltetitek a kedvenc videójáték alakomat. Csak fordítsátok meg a dolgot, és tegyetek minket a játékba, Aprómonként. De fordítva nem működik. Akkor tegyetek rá rükvercet, mint az autóban, és küldjetek át a játékba, léci! A tudomány nem a te szakterületed. Nem építhetünk hozzá egy sebességváltót, és tehetjük rükvercbe csak úgy. Vagy igen? Óvatosan, ez nehéz. Hozd a kéziféket is, ha le kellene állítani a kísérletet gyorsan. Oké, most tegyük akkor rükvercbe. Zseniálisak vagyunk! Azt hiszem, hogy ez a legmenőbb hely, ahol valaha is jártam! Nézd a sok Aprómont! Úgy tűnik, új csapattal gazdagodott az Aprómon birodalom. Hé, hey, te forgószél vagy! Menő! Így igaz, az vagyok. A legjobb Aprómon edző az univerzumban, és a leghelyesebb. A szerényet kifelejtette. A legendás Rikoltó Aprómont keressük. Nem láttad? Mondd, hogy láttad. Nem, de nem biztos, hogy... Akkor kihívlak téged és a ronda Aprómonodat egy csatára. Hogy? Ő nem Aprómon, ő a Blökkim. Kutyám. Kadumerang! Győzd le a Blökki kutyát! Ha-ha, engem nem lehet csak úgy legyőzni. Nem vagyunk egy szinten, menj vissza oda, honnan jöttél. Hé, hey, rajtam nem nevethet így senki. Johnny Test nem legyőzhető. El kell kapnunk egy Aprómont kiképezni, és ezt a bunkót fenéken billenteni. Nem érzem a lábamat. Jó, először visszamegyünk a laborba lábkorrektúrára, aztán visszajövünk, és fenéken billentjük. Szóval, hogy jutunk vissza? Mi? Azt hittem tudod. Segítség, vigyetek ki innen. Azt hiszem, ki akarnak jönni. Felfogtam. Szóval, a sebességváltót egyesbe tesszük, és aztán visszahozzuk őket. Szia, szívem! Elviszem az autót a szervízbe, mert akad a sebváltó. Hol van a sebváltó? Gurulok!
kéziféket! Hol a kézifék? Leakadt a rükvert! Ne pánikolj, megjavítjuk! Szóval, hogy javít az autó cuccot? Azt hittem, te tudod! Segítség! 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 A leírás szerint az apró monokat a GameDroid hátulján lévő csatlakozón keresztül cserélgetheted. Szóval, csatlakoztatjuk a játékot a statik animátorhoz, és aztán visszahozzuk őket. Hozzáfér és megtagadva! Azt mondja a csatlakozó, akkor aktiválódik, ha csatát nyersz az apró mon arénában. Meg kell mondanunk Johnnynak, hogy nyernie kell, hogy kihozhassuk. Csak nem tudjuk megmondani! De igen. A promon világban ragadtunk! Higgadj le! Nyugodtnak kell maradnunk, akkor biztosan megkapjuk a választ. Mit csináltok itt? A laborban kellene lennetek minket kimenteni. Mind kijutunk innen, ha megnyersz egy csatát az arénában. Akkor aktiválódik a GameDroid csatlakozó, és mindannyian reanimálódhatunk a valóságban. Megoldható. Csak találnunk kell egy apromont, amivel megnyerhetünk egy csatát. Mindenütt vannak. Igen, kapjunk el egyet. Elkapni! Ez így nem fog menni! Mi van ezzel? Bújós nyuszi! Ő cuki, de béna! Nem nyerhet! Végünk van! Azt hiszem, megbolondulok. Nem kellene képezni és erősíteni. Bújós nyuszi nem képezhető, ezért ő a legalacsonyabb értékű apromon. Lehet, de nincs más választásunk. Szeretnénk harcolni. Szükségem van a nevedre és az apromon nevére, akivel harcolni fogsz. Johnny, teszt és bújós nyuszi. Bújós nyuszi, vele nem győzhetsz. Nagyon rossz választás. Csak írd le a neveket! Ez a lány megijed, szóval felírlak, de sosem fogsz nyerni. De ha mégis ezt a menővedát megkapod. Az első csatában egy új edző fog harcolni. Johnny Test! Emlékezz, csak egy csatát kell nyernünk, hogy aktiválódjon a csatlakozó és hazajussunk. Reméljük, hogy szerencsénk lesz, és lesznek még olyan bénák, mint mi. És az ellenfele az ötszörös aprómon nyertes Forgószél! Ugyan! Hát ismét találkozunk. Remélem ezúttal erősebb aprómont hoztál magaddal. Még ostobább vagy, mint voltál. Bújós nyuszi egy gyenge apromon, és én le foglak győzni. Kérlek, csak ne kadumerángod, csak ne kadumerángod. Kadumeráng, rajta! Gyerünk, bújós nyuszi, menni fog. Legbelül bajnok vagy. Ne hidd el nekik, hogy te vagy a leggyengébb, és hogy béna vagy. Most menj, és mutasd meg, hogy te vagy a legerősebb apromon a világon! Bújós nyuszi erő, hajrá! Ez egy remek szónoklat volt. Olyan rossz volt, hogy elmondani nem tudom mennyire. És most készüljetek egy igazi apromonra. Kadumeráng! Lézercsapás, hajrá! Plazma csapás, rajta! Kiütő csapás, hajrá! Nem visel el több csapást, vagy örökre elmegy. Vagyis itt ragadunk örökre. Jaj. Te megtettél mindent, bújós nyuszi. Hű, igazán sajnálom őt, pedig senkit nem szoktam sajnálni. Hű, átalakul. Ez jó, igaz? Oh, ez nagy.
erre nem számítottam. Úgy tűnik, hogy csak szeretetre volt szüksége. És Johnny test a győztes! Itt van a medálod. Fogd, Johnny, és nyisd a kaput! Még nem. Köszi, Ricolto! Gyere visszaharcolni ismét! Te vagy a legizgalmasabb bajnokunk! Bocsi, de mi most? Lelépünk! Igen! Még mindig zsenik vagyunk! Én pedig Apromon mester! És most már biztonságban vagyunk! Mit keres a kézifékem és a sebességváltóm a laborban? Voltunk biztonságban! Valaki bűzlik. Csak egy hónapomba telt, és végre sikerült kiírnom a családnevünket 100 virágból. Á, virágaim! Büdi, fürdés, most! Büdi, fürdés, most! Fürdés! Szia, Gil! Hey, Mizus! Meg kell mondanom, hogy ti aztán... Büdi, fürdés, most! Jól nézel ki. Hogy van az, hogy állandóan nekem kell fürdeni, miközben te bűz lesz? Ez a brilliáns tervem, aminek nem mondhatom el a részleteit, de annyit mondhatok, hogy nem fürdök soha többé. De nem viselek el több fürdetést, ha csak nem teszel kedves dolgokat nekem. Nem felejtettél el valamit ma? Valami fontosat? Ez a Johnny nem hajlandó fürdeni nap? Nem, ennél fontosabbat. És ha nem jut eszedbe, nem fogok többet fürdeni helyetted. Nem akarsz mondani valamit? Vagy rejtegetsz esetleg valami ajándékot valahol, valami okból, amit esetleg elfelejtettél? Az egyetlen, amit ma tennem kell, az nem fürdeni. Nem tudom elhinni, hogy elfelejtette a születésnapomat, és ami még rosszabb, nem kaptam ajándékot. Le van ejtve. Mindenki le van ejtve. Majd egyedül ünnepelek. Hello, családom! Szia, Johnny! Az az érzésem, hogy nem Büdinek kellett a fürdés. Johnny, beszélgetnünk kell a higiéniáról. Kicsit elhanyagolod magad, nem gondolod? Nem, nekem jó így. Ne legyen jó. A kocból nem támadik semmi jó. Dehogy is nem. Egy, mindig van ülőhely a buszon. Kettő, nem kell sorba állnom az étkezőben. Három, ami a legeslegjobb, a saját tudományos kísérletem vagyok. Tadá! Ezért nem fogok fürdeni többé. Soha! Család, nyilvánvalóan együtt kell működnünk ahhoz, hogy meg tudjuk tisztítani ezt a fiút. Szóval, ötleteket kérek. A robot. Most próbáltuk Büdin, és 50%-os hatékonysággal működik. Mi történik a másik 50%-ban? Hát, csontot tör. Ezt hagyjuk. Mi a terved, szívem? Nekem? Én rád gondoltam. Ő csak egy 11 éves fiú, aki nem akar fürdeni. Mi lehet a gond? Te olyan ügyes vagy. Meg tudod csinálni. Meg tudod őt fürdetni. Igaz. Ide nekem a szappant. Apa, fürdeni mész? Nem, Johnny. Te mész! Apám, szeretlek és tisztellek, de most nem fürödhetek. Én is szeretlek, fiam, és nem akarlak bántani, de most meg fogsz fürdeni! Johnny, még büdös! Bízzátok a modernőre a fia megtisztítását! Kocsikulcsot! Beviszed az autó mosóba? Ó, igen! Boldog születésnapot, Büdi! Ez mulatságos! A szülinap jó! Igen! Igen!
Elfelejtette a születésnapomat, pedig nem kértem túl sokat, csak egy kis pancsi medencét, amiben leülhetek szappan és szárító nélkül, de eszébe jutott. Nem! Édes vagy? Elviszel a játékboltba játékokat venni? Azt mondtam, játékbolt? Hát nem. Automosa! Parancsolj! Minden szép, tiszta! Szép lett az autó, anya. Ja, és egyébként sosem fogok fürdeni. Nem érdekel, hogy elfelejtette szülinapomban. A feledékenységem nem érint. Én szikla vagyok. Boldog szülinapot! Szivacs vagyok. Johnny, tiszta? Kicsit sem. Nézzétek, egy fiúnak a fürdőszoba nem bulis. Kicsi, hideg és a saját szennyedben ázol. Miért akarnám ezt? Hogyha ezt is csinálhatom helyette. Viszlát! Oké, jöjjön az a robot. De csak ha kint használjátok, és nem lesz komolyabb baja egy kartörésnél. Rendben! Johnny, még nem nedves? Miért nem nedves már? Nagy lesz! Nincs esélye a robottal szemben! Oké, mit szólnátok egy családi piknikhez, miközben Johnny szépen megfürdik? Ez remek ötlet! Jó ötlet! Egy pillanat, Johnny azt mondta, van egy terve, ami biztos egy meglepetés buli nekem! Hogy is gondolhattam, hogy elfelejtette? Meglepetés! Micsoda öröm együtt lenni a családdal, ha nincs köztünk egy büdös Johnny! Meg mindig bűzlik. Ne aggódj, apa. Biztos, hogy meg fog fürdeni. Igen. A robot betereli Johnnyt egyenesen a tóba, ami végül lemosdatja. Ó, ezt látnom kell. Ez sem sikerült. Viszlát. Ez itt egy mosóautomata. Johnny ül és videójátékot játszik. Egy gomb megnyomására fürdővé alakul és megmossa. Nézzétek! És a mosóautomata felrobban. Ennyi! Johnny szórakozást akar fürdés közben! Akkor kaphatja! Ti vagytok a barátaim! Most ígyunk rám! Boldog születésnapot! Még ha nem is volt boldog. És van egy lángolóhajú fiú, akivel tudatni kell, hogy elfelejtette! A tervem végre elkészült. És ha Johnny rálép a zsinórra, nem akármilyen zuhanyban lesz része! Túl hangosan nevettem, nem igaz? Ja! Oké, feladom. Jó, Johnny büdösen is. Igen, nem rossz a döglött bölényszag, igaz? Ne aggódj, Ziden. Most már nem lesz büdös. Nincs az kifi harcos, ettől biztosan megtisztul. De tisztában vagy vele, hogy megbolondultál. Talán a lányoknak van ötletük. Készen van. Ez itt a nem robbanékony, elektromosan nem töltött, óriás zuhanykígyó. Kristálytiszta vízből van, ami nem robbanhat fel. Ha? Feladjuk!
Fiam, van valami, amiért hajlandó lennél megfürdeni? Kérlek! Ettől szórakoztató lenne a fürdés. Hozom a csetkönyvemet. Mi pedig jövünk segíteni. Sikerült! És csak a teljes vagyonunk ment rá. De a fiunk tiszta és illatos. Hogy tehetted? Se szeretlek, haver, se ölelés, se semmi. Mi? Sosem felejteném el a legjobb barátom szülinapját. Mit mondtál? A születésnapomat? Ja, boldog szülinapot, kis haver. Ó, hát, gondolom elfelejtetted a kis medencét, amit kértem. Így igaz, mivel egy nagyot kaptál helyette. Boldog nedves napot, Büdi. Nem fürödtél 5 hétig, és hallalt törülköztél miattam? Aha, nincs olyan, amit ne tennék meg, érted? Akkor azt hiszem, már csak egy dolgot mondhatok.